Hello, sziasztok, és csodálatosan szép jó napot, valamint kellemes, mosolygós, vidám, húsvét vasárnapot kívánok mindenkinek. Üdvözlettel Frici, Balatonfüredről, a Balatoni Mária útról. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, kedves nézőim, én még mindig itt vagyok a Balatoni Mária úton, ami természetesen nem a véletlen műve, hiszen ez egy újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétáló, sértelmetlen, gagyi videó lesz, tőlem Fricitől, ahogy már megszokhattátok. Ha gondoljátok, tartsatok velem Fricivel, ebben az újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétáló, sértelmetlen, gagyi videóban, amit konkrétan itt rögzítek a Balatoni Mária úton. És akkor én a továbbiakban arrafelé folytatom az én kis túrámat, tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen! És akkor, ahogy látható ezen a felvételen, én már folytatom is tovább az én kis túrámat itt a Balatoni Mária úton, hiszen konkrétan már az ezt megelőző videóimban is ezen a bizonyos Balatoni Mária úton túráztam. Ez nyilván ebben a videóban is így lesz, természetesen, de ahhoz, hogy értsétek, hogy én itt tulajdonképpen miről is beszélek, feltétlenül nézzétek meg az ezt megelőző videókat is. Köszönöm szépen! És akkor szépen haladok tovább itt a Balatoni Mária úton, jelen esetben még Balatonfüred területén, tehát jelen esetben még itt vagyok Balatonfüred területén, és ez még egy darabig így is lesz, hogy itt Balatonfüred területén fogok túrázni konkrétan, hisz a Balatoni Mária út érinti Balatonfüred városát is tulajdonképpen. És akkor haladok tovább itt a Balatoni Mária úton, tovább egyenesen. Tehát folytatom tovább a mai kis túrámat. Tartsatok velem a továbbiakban is. És itt fogok rátérni a Péterhegyi utcára. Tehát itt fogok rátérni a Péterhegyi útra. Hisz ugye a Péterhegyi úton halad tovább a Balatoni Mária út. Így hát a továbbiabban nem arra felé fogok haladni, hanem konkrétan arra felé. Tartsatok velem a továbbiabban is, köszönöm szépen. És akkor folytatom tovább a mai kis túrámat, itt a Balatoni Mária úton. Remélem, hogy a továbbiakban is velem fogtok tartani, mint ahogy eddig is velem tartottatok. Legalábbis ebben bízok, hogy eddig is velem tartottatok ez idáig, mióta elindultam Balatonszőlősről, hisz ugye konkrétan a mai kis túrámmal ugye Balatonszőlősről indultam el, de nézzétek meg az ezt megelőző videókat is, és akkor fogjátok érteni, hogy tulajdonképpen miről is beszélek. Akkor haladok tovább itt a Balatoni Mária úton, aminek mindjárt meg is mutatom a teljesen egyértelmű jelzését, hogy bizony-bizony én még mindig itt vagyok a Balatoni Mária úton. Ennek meg is tudom mutatni mindjárt az egyértelmű jelzését. Íme, ott látható a Balatoni Mária útnak a teljesen egyértelmű jelzése, és én a továbbiakban is ezen a Balatoni Mária úton fogok haladni, tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen. És akkor haladok tovább arra Csopak irányába, tehát szépen haladok tovább Csopak felé, mert ugye konkrétan most már Csopak felé haladok, teljes erővel és teljes gőzzel haladok ugye Csopak irányába. Hát valójában mióta elindultam Balatonszőlősről, azóta egyfolytában Csopak irányába haladok konkrétan.
mióta elindultam Balatonszőlősről, még a délelőtt folyamán, mert hogy ugye a mai kis túrámat azt Balatonszőlősről kezdtem el, de nézzétek meg az ezt megelőző videókat is, és akkor fogjátok érteni, hogy tulajdonképpen miről is beszélek, hogyha az ezt megelőző videókat is megnézitek. És akkor szépen haladok tovább itt a Balatoni Mária úton, még mindig Balatonfüred területén, tehát még mindig Balatonfüred területén vagyok, még egy darabig, utána majd hamarosan, majd nyilván egy következő videóban meg fogok érkezni Csopakra is. Ugye a mai úti célom az konkrétan Csopak, tehát Csopakig fogok elsétálni ezen a mai napon, itt a Balatoni Mária úton. Remélem, hogy a továbbiakban is velem fogtok tartani, mint ahogy eddig is velem tartottatok. Legalábbis én ebben reménykedem, hogy eddig is velem tartottatok, mióta elindultam Balatonszőlősről, mert konkrétan ugye Balatonszőlősről indultam el ezen a húsvét vasárnapi napon, itt a Balatoni Mária úton, és szépen haladok ugye Csopak irányába, és ugye a mai úti célom az konkrétan Csopak, tehát Csopakig fogok elsétálni ezen a húsvét vasárnapi napon, több mint valószínű, hogy Csopakig fogok elsétálni. Hát bízom benne, hogy az időjárás nem szól közbe, legalábbis abban bízok, mert az nem volna jó, ha itt az eső elkezdne neki eredni, miközben én itt túrázok, itt a Balatoni Mária úton. Azt még nem tudnám most értékelni, ha most itt az eső neki eredne, mert akkor ugye a túrámat félbe kéne hagynom, és majd egy következő alkalommal folytatnom. Hát bízok benne, hogy amíg megérkezek Csopakra, legalább addig nem ered neki az eső. Legalábbis én ebben bízom, konkrétan. És akkor szépen haladok tovább itt a Balatoni Mária úton. Tartsatok velem a továbbiabban is. Köszönöm szépen! Akkor folytatom a mai kis túrámat itt a Balatoni Mária úton. És konkrétan ugye húsvét apropójából találtam ki ezt a mai kis túrámat, mert tényleg húsvét apropójából találtam ki, hiszen konkrétan ugye húsvét vasárnap van, amikor ez a videó készült. Pontos idő és dátum folyamatosan látható a képernyő aljában, illetve a kijelző aljában. És akkor szépen haladok tovább, ahogy látható ezen a felvételen. Tehát haladok tovább itt a Balatoni Mária úton, Csopak felé konkrétan. Tehát konkrétan ugye Csopak felé haladok itt a Balatoni Mária úton. Hát közben itt a Péterhegyi úton van némi forgalom is, mert hisz ugye errefelé vannak lakások, tehát errefelé sok lakott terület van, meg sok lakás van errefelé, sok családi ház van errefelé. Hát valójában a Balatoni Mária útnak ezen szakasza, ami Balatonfüred és Balatonalmádi között van, mindvégig lakott területeken halad, tehát mindvégig lakott területeken halad a Balatoni Mária út, Balatonfüred és Balatonalmádi között. Hát ezt láthassátok majd a későbbi videókban konkrétan. És akkor szépen haladok tovább, ahogy látható ezen a felvételen. Tehát további abban is a Balatoni Mária úton túrázok konkrétan, hiszen ugye már ezt megelőző videóimban is a Balatoni Mária úton túráztam, de nézzétek meg az ezt megelőző videókat is, és akkor fogjátok érteni,
hogy tulajdonképpen miről is beszélek. És akkor szépen haladok tovább itt a balatoni Mária úton, Balatonszőlős és Csopak között konkrétan. És akkor szépen haladok kifelé Balatonfüred területéről, mert tényleg haladok kifelé Balatonfüred területéről, majd lassacskán magam mögött is fogom hagyni Balatonfüredet tulajdonképpen. Tényleg lassacskán magam mögött hagyom Balatonfüredet, és utána következik Csopak, ugye a mai úti célom, tehát ezután már Csopak lesz a következő, ugye a mai úti célom, tehát a mai napon mindenképp Csopakig el fogok sétálni, most már szinte biztos, hogy el fogok sétálni Csopakig, annál is inkább, mert a legközelebbi busz megálló ott van, tehát Csopakon van a legközelebbi busz megálló, így hát nyilván el fogok sétálni Csopakig, több mint valószínű itt a balatoni Mária úton. Tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen! És közben meg is mutatom néktek a balatoni Mária útnak a teljesen egyértelmű jelzését, hisz itt van, tessék, lássék, láthassátok ezen a felvételen, hogy még mindig itt vagyok a balatoni Mária úton, és ez a továbbiakban is így lesz, hogy itt fogok túrázni a balatoni Mária úton. Tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen, és akkor haladok is tovább itt a balatoni Mária úton. Tartsatok velem méghozzá arra Csopak irányába, tehát szépen Csopak felé haladok. Közben itt kell lemenni a Söptei pincészethöz. És itt van egy helyi jelentőségű védett természeti terület is, ahogy láthassátok ezen a felvételen. Tehát helyi jelentőségű védett természeti terület, ahogy láthassátok ezen a felvételen. Íme. És akkor szépen haladok is tovább én ebből a túrával. Tartsatok velem a továbbiakban is. Köszönöm szépen! Akkor szépen haladok tovább arra Csopak irányába, tehát folytatom a mai kis túrámat Csopak felé. Hát a mai napon már simán meg lesz Csopak, tehát a mai napon ez már simán meg lesz, hogy eljutok Csopakig, ezen a húsvét vasárnapi napon, tehát ez már simán meg lesz. És ugye a mai úti célom az tulajdonképpen Csopak, tehát Csopakig fogok elsétálni ezen a mai napon, itt a balatoni Mária úton, és majd nyilván egy következő alkalommal, ami szerintem holnap lesz, tehát nyilván holnap lesz a következő alkalom, tehát húsvét hétfőn, amikor majd szépen Csopaktól tovább fogok sétálni, túrázni a balatoni Mária úton, Balatonalmádi irányába. Hisz nagyon jól tudjátok, hiszen már elmondtam valamelyik ezt megelőző videómban, hogy a balatoni Mária útnak ezen szakasza, ami itt van a Balaton felvidéken, ez konkrétan ugye Balatonalmádiig tart, tehát Balatonalmádi Szent Jobb kápolnáig tart a balatoni Mária út, méghozzá Sümegről kiindulva, tehát Sümegről kiindulva, a Sümegi vártól kiindulva, ez a Balaton felvidéki Mária út egészen Balatonalmádiig tart, a Szent Jobb kápolnáig, és a kettő között konkrétan 90 kilométer van, tehát 90 kilométer van konkrétan a kettő között, vagyis Sümeg és Balatonalmádi között, konkrétan ott van ez a 90 kilométer. És akkor szépen haladok tovább itt a balatoni Mária úton, természetesen még mindig Csopak irányába, tehát Csopak felé haladok,
És a mai napon szerintem csopak simán meg lesz, tehát ez szinte biztos, hogy a mai napon csopak meg lesz. Tehát csopakig el fogok jutni ezen a mai napon, ugye, húsvét vasárnap, ki esetleg nem tudná, pedig már elmondtam sokszor ebben a videóban, hogy húsvét vasárnap van, mert már az ezelőtti videóimban is sokszor elmondtam, hogy húsvét vasárnap van. Hát most megint elmondtam, ezért elnézést és bocsánatot kérek tőletek. Tudom, majd jönnek a kommentek, hogy sokat ismétlem a mondataimat, illetve önmagamat, tudom. Tisztában vagyok vele. Sajnos van egy ilyen hibám, amit el kell ismernem, mert tényleg van egy ilyen hibám, hogy eléggé gyakran ismétlem a mondataimat, illetve a szavaimat. Igen, nem vagyok tökéletes, gyerekek, ez van. És akkor szépen haladok tovább itt a balatoni Mária úton. Tartsatok velem a továbbiakban is, ha úgy gondoljátok. És akkor szépen haladok ugye csopak felé. Tehát szépen csopak irányába haladok. És a mai napon szerintem csopak simán meg lesz. Annál is inkább, mert már itt vagyok nagyjából 2 kilométerre csopaktól, vagy még annyi se konkrétan. Hát a mai napon ez meg lesz, gyerekek. Úgyhogy ez tök jó lesz, hogy teljesítem ezt a szakaszt. Azért egy szép nagy szakaszt bejártam tulajdonképpen, hiszen ugye, ha megnézitek a ezt megelőző videókat, mert remélem, hogy megnézitek, akkor ugye abban jól látható, hogy a mai kis túrámat konkrétan Balatonszőlősről kezdtem el, tehát Balatonszőlősről indultam el, és most már itt vagyok valójából csopaknak a határába tulajdonképpen, mert tényleg már csopak határában vagyok tulajdonképpen. Hát szép kis távolság lesz ez végeredményben. És ez egy jókora szakasza ennek a balatoni Mária útnak, ez a szakasz, ahol most is éppen túrázok. És akkor szépen haladok tovább, ahogy láthassátok ezen a felvételen. Tehát szépen folyamatosan csopak felé haladok. Tehát szépen csopak irányába haladok. És pillanatokon belül meg is érkezek csopaknak a külterületére. Mert pillanatokon belül megérkezek csopaknak a külterületére. Hisz itt van a határ valahol. Tehát valahol itt van a határ, ami Balatonfüredés csopak között van. Önkormányzati határ, az valahol itt van, ezen a részen, ahol most éppen túrázok. És akkor szerintem ez már majd csopak területe lesz innentől kezdve. Ugye itt a Péterhegyi utca. Igen, tehát innentől kezdve már csopak. Tehát idáig tart a Péterhegyi utca. Tehát Balatonfürednek a Péterhegyi utcája az idáig tart, és akkor innentől kezdve már csopak jön, tehát át is léptünk csopaknak a falu határát tulajdonképpen, külterületi határát, és akkor innentől kezdve már csopak területén vagyok tulajdonképpen. És akkor szépen haladok tovább itt a most már csopak területén, tehát ez itt már konkrétan ugye csopaknak a külterülete, ahova most éppen megérkezek, tehát ez már itt csopaknak lesz a külterülete. És akkor mutatok némi tájat is, hogy ne csak a süket dumámat hallgassátok, hát így néz ki maga a táj, ahogy látható ezen a felvételen, tehát maga a táj az így néz ki, és szépen haladok tovább csopak irányába, tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen! És szépen haladok ugye csopak felé, konkrétan. És most már ténylegesen is itt vagyok ugye csopaknak a területén, tehát ez már csopaknak a külterülete tulajdonképpen, ahol most éppen gyalogolok. Hát ez már tulajdonképpen csopaknak a külterülete, ahol most éppen sétálok,
illetve gyalogolok. És akkor szépen haladok ugye Csopak felé. És a mai úti célom az természetesen Csopak, tehát Csopakig mindenképp el fogok jutni ezen a mai napon. Tehát Csopak az mindenképp meg lesz ezen a húsvét hétfői napon. Visz ugye ez volt a célom, hogy eljussak ugye Csopakig ezen a húsvét hétfői napon. És igen, ez már Csopak nagy kúti dűlő. Tehát ez már Csopak nagy kúti dűlő. Méghozzá a Homokbánya úton vagyok konkrétan. És akkor szépen haladok tovább, ahogy látható ezen a felvételen. Hát folytatom tovább a mai kis túrámat. Most már ugye Csopak területén, tehát innentől kezdve már Csopak területén vagyok. Hát valójában ez már Csopaknak a külterülete, ahol most éppen gyalogolok. És akkor szépen haladok ugye befelé, Csopak felé, az úti célom felé, a mai úti célom felé. Azért kihangsúlyozom, hogy csak a mai úti célom Csopak. Tehát ez csak a mai úti célom. Majd nyilván majd egy következő alkalommal folytatom a Balatoni Mária útnak a bejárását. Majd egy következő alkalommal, ami szerintem holnap lesz, húsvét hétfőn. És akkor majd szépen Csopaktól fogok tovább haladni Balaton-Almádi irányába. És akkor, hogy ne csak a süket dumámat hallgassátok, mutatok némi panorámát is, mert azért nem semmi a panoráma. Ezt nézzétek, milyen jó néz ez itt ki. Ott van lent a Balaton, tehát ott van lent a Balaton, és ott már ott van Csopak, tehát az ott már Csopak, ami ott látszik a háttérben. És ilyen a panoráma, gyerekek, íme. Tehát ilyen a panoráma, ahogy látható ezen a felvételen, íme, ilyen a panoráma. És én ugye konkrétan ugye abból az irányból jövök, tehát abból az irányból jövök, arra felé van Balatonfüred, tehát arra van Balatonfüred, és ugye így néz ki maga a táj, ahogy látható ezen a felvételen, tehát így néz ki maga a táj, ahogy látható ezen a felvételen. És valójában itt előttem már Csopak van, tehát ez itt előttem már Csopak, ami konkrétan ott látható, tehát az ott már Csopak, és így néz ki maga a táj. És akkor folytatom tovább a mai kis túrámat arra Csopak irányába, tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen. És akkor haladok tovább Csopak felé. Tehát szépen haladok ugye Csopak irányába. Közben elmegyek itt a Petrányi borterasz, illetve pince mellett. Tehát itt van ugye a Petrányinak a, hogy mondjam, a borterasza, az itt van fönt. Tehát itt van a Petrányinak a borterasza, illetve a pincészete, az itt van erre fölfelé. Illetve van ott étterem is konkrétan. Amúgy ez itt a Fülemüle utca, tehát ez itt a Fülemüle utca, ami itt látható, és itt kell fölmenni a Petrányihoz, tehát itt kell fölmenni a Petrányihoz, borterasz, illetve pincéhez, tehát itt kell fölmenni konkrétan. És akkor folytatom tovább a mai kis túrámat, tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen. És akkor haladok tovább, ahogy láthassátok ezen a felvételen, tehát folytatom tovább a mai kis túrámat, és természetesen még mindig a Balatoni Mária úton vagyok, tehát ez itt még mindig a Balatoni Mária út, ahol most is éppen gyalogolok, illetve túrázok, tehát ez még mindig a Balatoni Mária út, és ahogy mondottam, ugye pillanatokon belül Csopakon leszek, ami több mint valószínű, hogy a következő videóban lesz, amikor majd megérkezek Csopakra. Tehát az több mint valószínű, hogy majd az ezutáni videóban lesz. Nagyon úgy néz ki, hogy az majd az ezutáni videóban lesz, amikor majd megérkezek Csopakra, a mai úti célomhoz.
hisz a mai úti célom az konkrétan Csopak, tehát Csopakig fogok elgyalogolni ezen a húsvét vasárnapi napon, tehát mindenképp Csopakig elgyalogolok, annál is inkább, mert már itt vagyok körülbelül 1 kilométerre Csopaktól, tehát nagyjából 1 kilométerre már itt van előttem Csopak, vagy még annyi sincs, meg 1 kilométer sincs konkrétan. Hát közben szemből jönnek a polgárőrök, tehát polgárőrség is van itt, járőröznek éppen, hogy haladunk tovább természetesen, ahogy látható ezen a felvételen, tehát folytatom tovább a mai kis túrámat, tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen, és akkor haladok természetesen Csopak irányába, és majd a következő videóban szerintem meg is fogok érkezni Csopakra, ahol ugye a mai túrám tulajdonképpen majd a végéhez fog érni, de ez majd nyilván egy következő videóban lesz. Remélem, hogy majd a következő videóban is velem fogtok tartani, hisz ugye itt vagyok már Csopak előtt 1 kilométerrel nagyjából, vagy még annyi sincs, tehát konkrétan már 1 kilométer sincs vissza Csopakig, a mai úti célomig, hisz ugye a mai úti célom az tulajdonképpen Csopak, tehát a mai napon Csopakig fogok elgyalogolni, illetve elsétálni itt a balatoni Mária úton. Hát közben itt tőlem jobbra van valami építkezés, tehát el fogják rondítani itt is a tájat valami ocsmány építkezéssel, tehát itt is el fogják csúnyítani a tájat. Ez annyira jellemző, hogy el kell csúnyítani a tájat valami ocsmány épülettel, pedig innen nagyon szép volt a kilátás még egy pár évvel ezelőtt le a Balaton felé. Hát most úgy látom, hogy ennek lőtek konkrétan, mert itt valami építkezés van. Hát azért tudok mutatni néktek némi tájat, azért van itt némi táj még, ahogy láthassátok ezen a felvételen, azért van itt némi táj, ahogy látható ezen a felvételen, tehát láthassátok, hogy azért van itt némi táj még, ott van lent a Kerekedi-öböl, tehát ott van lent a Kerekedi-öböl konkrétan, itt meg valami ocsmány építkezés zajlódhat, itt a bekerített, elponyvázott rész mögött biztos valami ocsmány építkezés van, és ugye arra felé van ugye Balatonfüred, én abból az irányból jövök, tehát abban az irányban van Balatonfüred, én abból az irányból jövök, és így néz ki a táj, ahogy látható ezen a felvételen, íme. Tehát így néz ki maga a táj, ahogy láthassátok ezen a felvételen. És ahogy mondottam, ugye valószínű, hogy a következő videómban meg is fogok érkezni Csopakra, ahol a mai kis túrám tulajdonképpen a végéhez fog érni. Majd én a továbbiabban arrafelé fogok haladni, tehát abba az irányba fogom folytatni az én kis túrámat, tehát arrafelé fogok haladni majd a továbbiakban, és így néz ki a táj, ahogy látható ezen a felvételen, tehát így néz ki maga a táj, ahogy láthassátok ezen a felvételen, tehát maga a táj az így néz ki, itt van lent szemben a Kerekedi-öböl, tehát itt van lent szemben a Kerekedi-öböl, tehát az ott van lent a Kerekedi-öböl, itt valami ocsmány építkezés zajlik itt a paraván mögött, tehát itt valami ocsmány építkezés zajlik, el fogják rondítani a tájat valami ocsmány épülettel, arra felé van ugye Balatonfüred, tehát abban az irányban van Balatonfüred, és így néz ki maga a táj, ahogy látható ezen a felvételen, íme, tehát így néz ki maga a táj, íme. Hát így néz ki. És akkor kicsit még haladok előrébb. Tehát egy kicsit még azért haladok előrébb. Tehát egy kicsit még haladok arra Csopak irányába. De hamarosan le fogom zárni ezt a videót. És egyelőre meg fogom köszönni a megtisztelő figyelmet.
hogy itt voltatok velem ebben az újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen, gagyi videóban. És akkor szépen haladok tovább, ahogy látható ezen a felvételen. Tehát folytatom tovább a mai kis túrámat, és lassacskán majd ténylegesen is meg fogok érkezni Csopakra, ahol konkrétan a mai kis túrám a végéhez fog érni, mert tényleg Csopakon fog véget érni a mai kis túrám. És lassacskán le is zárom ezt a videót, és egyelőre megköszönöm a megtisztelő figyelmet, hogy itt voltatok velem ebben az újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videóban. Ha tetszett ez a videó, akkor díjazzátok egy lájkkal, ha nem tetszett, akkor nyomjatok rá nyugodtan egy diszlájkot, illetve írjátok meg a véleményeteket a komment szekcióban. Köszönöm szépen! És én majd a továbbiakban arra felé fogok haladni, tehát abban az irányba fogok haladni a továbbiakban, de ez majd egy következő videó témája lesz. Remélem, hogy a következő videóban is velem fogtok tartani, hiszen ezt a videót itt és most lezárom, és egyelőre megköszönöm a megtisztelő figyelmet. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót is. Ha tetszett ez a videó, akkor díjazzátok egy lájkkal, ha nem tetszett, akkor nyomjatok rá nyugodtan egy diszlájkot, illetve írjátok meg a véleményeteket a komment szekcióban. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót is. Tartsatok velem egy következő videóban is. Addig is legyetek jók, vigyázzatok magatokra és egymásra. Üdvözlettel Frici a Balatoni Mária útról, Csopak határából. Sziasztok! Ja, és a továbbiakban arra felé fogok haladni. Sziasztok!